6650 gyerek született Magyarországon idén januárban, ami 902-vel kevesebb, mint a tavalyi év első hónapjában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. 2023-ban történelmi mélypontra csökkent a születések száma is. A híradónk által megkérdezett szociológus szerint a fejlett országokban hasonló tendencia tapasztalható, ugyanakkor a kormány lakástámogatási stratégiája és a gyerekneveléssel kapcsolatos kiadások minimális részét képezi, ezért teljesen újra kellene gondolni a szociál- és családpolitikai támogatásokat. A Mi Hazánk szerint a kormánynak egy stratégiai testületet kellene létrehoznia. Nagyon sok a félelem a jövőtől. Klímakatasztrófa, háborúk és egzisztenciális bizonytalanság. Csak néhány érv a híradónk által megkérdezett szociológus szerint, hogy 2024. januárjában miért születhetett 12%-kal kevesebb gyermek, mint egy évvel korábban. Számszerűsítve az év első hónapjában 6650 újszülött látta meg a napvilágot, míg 2023-ban 7398 kisgyermek. 2022-ben még kevesebben születtek januárban. Ezen az ábrán már egy másik aggasztó tendencia látszik kirajzolódni, miszerint egyetlen év sem volt még, amikor annyira kevés gyermek született volna, mint tavaly. 2011-ben volt az eddigi mélypont, amikor 88.049 születés volt, ennél a mostani szám közel 3.000-rel kisebb. Herzog Mária szerint ugyanakkor ez a tendencia az egész világon jellemzi a fejlett társadalmakat. Az nagyon fontos, hogy Magyarországon mára közel 60%-a 30 éves nőknek még gyerektelen, és egyre nő a szándékos gyermektelenség aránya is, noha erről nagyon kevéssé szívesen beszélnek. Más országban szívesebben beszélnek arról, hogy vagy azért, mert úgy gondolják, hogy nem képesek ezt a felelősséget felvállalni, nincs biztos anyagi hátterük, nincs párkapcsolatuk, vagy egyszerűen azért, mert úgy gondolják, hogy erre a világra nem szeretnének gyerekeket a világra hozni. A szociológus szerint ugyanakkor az is komoly probléma, hogy az állam nagyon kevés segítséget ad a gyerekek neveléséhez minden ellentétes retorika ellenére. A lakástámogatással az a probléma, hogy az csak egy nagyon kicsi szelete a gyerekneveléssel kapcsolatos költségeknek, és nyilvánvalóan, ha valaki eladósodik a következő 20-30 évre, akkor még kevesebb pénze fog maradni arra, hogy ezt ad akár a gyerekeire, akár magára, vagy más mára már kötelezően idős családtagjára költse, hogyha annak szüksége van támogatásra. Míg Ausztriában egy 9 éves gyermek esetén közel 83.000 forint családi pótlék jár, addig Magyarországon mindössze 12.200 forint. 20 éve még a bruttó bérek 23%-át tette ki itthon a családi pótlék, ma ez 2,3%-ot jelent, mutatott rá a szociológus. A Mi Hazánk úgy látja, a gazdasági válságnak a következményei mutatkoznak meg a drámai demográfiai adatokban. Egy gazdasági válságban egy kiszámítható családpolitikával kellett volna és kellene a kormánynak előrukkolnia, például azzal, hogy infláció követővé teszi legalább a munkához kötött családtámogatásokat, tehát a kormánynak egy stratégiai testületet is létre kellene hoznia, amely választ ad arra a kérdésre, hogy a jóléti államban hogy lehet elérni azt, hogy a népesség, a lakosság demográfiai értelemben is fenntartsa magát. Kerestük Hornung Ágnes családokért felelős államtitkárt, de adásunkig nem kaptunk választ kérdéseinkre.